Sziasztok! Most egy újabb robotikával foglalkozó videót hoztam nektek. De nem is akármilyet. A mitedizon.hu küldött egy 2.0-as Edison robotot, amit most ki fogunk próbálni. Mielőtt belekezdenék a kibontásba, megemlítenék néhány információt a robotról. A dél-ausztráliai Microbridge, az Edison robot gyártója, 2004 óta gyárt robotokat az iskoláknak. Az Edison robotot 2014 közepe táján indították útjára egy Kickstarter projekt formájában. A projekt a 30 napos kampány alatt 100 000 dollár gyűjtött, ami jelentős összeg. Ebből kifejlesztették az 1.0-es Edison robotot, és ezt követte 2016-ban a 2.0-es verzió. A csomagot kicsomagolva találunk egy Edison robotot tartalmazó dobozt, érdekes módon egy gumimacis zacskót, egy magyar nyelvű leírást a robothoz, és 4 darab ceruza elemet. A roboton 3 gombot találunk. A kör alakú gombbal válthatunk módot és olvashatunk belőle vonalkódot. A négyzet alakú gombbal a programot állíthatjuk le, a háromszög pedig a lejátszás gomb, ami a program futtatására szolgál. Van egy piezo hangszórója és egy erős hangrezgéseket érzékelni tudó mikrofonja, amivel például tapsot, mint jelzést tudja feldolgozni. A robot rendelkezik vonalkövető szenzorral. A robot alján a vonalkövető szenzor mellett található meg a kibekapcsoló pöcök. A szerkezetet egy saját fejlesztésű Edcom nevezetű csatlakozón keresztül programozhatjuk. Rendelkezik fényszenzorral, amiből egyébként 2 darab található meg a robot mindkét oldalán. Ezen kívül van 2 darab infrahallója és egy vevőszenzora, ami a közepén helyezkedik el. A bal és a jobb oldali ledek villogásra és jelzésre is remekül használhatóak. Az egységet mozgató motor 10 fokozatban változtatható sebességgel rendelkezik. Pluszban még egy extra érdekesség is van benne, ami személyem szerint nekem nagyon tetszik, hogy LEGO platformot is raktak bele, így bármit építhetünk belőle. Először is itt van az Adblox. Ez főképpen a kisebb gyerekek számára ajánlott, mivel egy drag and drop, vagyis egy Scratch-hez hasonló grafikai programozási területen lehet programozni. A második fejlesztői környezet az Adware. Már egy fokkal komplexebb, mint az előző, de még mindig a drag and drop szintjén vagyunk. Itt már sokkal jobban ki tudod fejezni magadat, mivel már a változók létrehozása is a rendelkezésünkre állnak. Na de itt jön a harmadik, ez pedig az Edpy. Ebben már nincs könnyítés, ez nem gyerekjáték. Ezt a környezetet használva már meg lehet tanulni programozni. A fejlesztői környezet saját fejlesztésű kódokat használ, hogy könnyebben lehessen programozni a robotot. A robotnak a programját már az említett fejlesztői környezetekben írhatjuk meg. Miután a program kész van, nyomjunk rá a Program Edison gombra, csatlakoztassuk a robotot az eszközünkhöz, nyomjunk rá a kör alakú gombra a roboton, és húzzuk a hangerőt 100%-ra. Ezután várjuk meg, amíg elkészíti a WAV hangfájlt. Ha ez megvan, nyomjunk rá a lenten látható Program Edison gombra, ezek után sercegő és sipákoló hangokat hallhatunk, és ez még az idősebbeknek talán nosztalgia lehet a Commodore 64 korából. Two hours later. Tud vonalat követni.
elkerüli az akadályokat. Tudja követni a zseblámpa fényét. A legtöbb TV, DVD távirányítóval irányítható. Két kerekével bármely irányba tud mozogni, de akár helyben is meg tud fordulni. Kisméretű, de jól tapadó kerekeivel meglepően mozgékony a parkettán, a járólapon, de a szőnyegen is képes haladni. A robot fejlesztői környezete platform független, vagyis PC-ről, laptopról, tabletről és akár telefonról is lehet programozni. Érzékeli a tapsolást, vagy az erősebb hangokat. A piezo hangszórójával dallamokat is el tud játszani. Tud kommunikálni a többi Edisonnal, ezáltal a robotrajok kísérletező eszköze is lehet, amit most jelen esetben plusz robot hiányában nem tudok bemutatni. Tehát az Edison robot ideális tanuló és kísérletező eszköz bármely korosztály számára. Megfizethető árával lehetőséget ad az általános és a középiskolai korosztálynak a robotikával való ismerkedésre. A grafikus programozási felülete bárki számára könnyen elsajátítható. Ha felkeltette az érdeklődésedet ez a kis szerkentyű, akkor mindenképpen látogass el a meetedison.hu vagy a meetedison.com oldalára.